A forgásos gazdaságban mi tegnapi Czollerandi híreket sugároztunk az éterben. Igen, de csak emlékeztető, Igen. hogy aki lemaradt volna Igen. róla ö, tegnap, az hallhassa. Most is. Amúgy majd Taréboja fogja folyamatosan mondani a híreket. Majd a nyolc órást is. Ez egy kis málőr volt elnézést érte. Itt van velünk viszont a stúdióban Pogácsa Zoltán közgazdász, társadalomkutató a Sopron Egyetem. Docense, jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, a jó reggelt, meg a hallgatóknak is. És egy jó hosszú témát szeretnénk elkezdeni azzal a blikfangos felütéssel, hogy lesz-e államcsőd vagy nem, hiszen ez volt az, amivel most már a második volt pénzügyminisztert is láttuk a sajtóban, illetve az oh. A szintjén csődöt... még oda tehetjük, hogy hívnunk kell le az AMF-t, vagy nem. Igen. Tehát Mert ugye... ugye egy pár uh, korábbi uh, sokat látott próbát közgazdász, korábbi pénzügyminiszterek, jegybankelnökök uh, többen is megemlítették, hogy hát, akár, tehát nem feltétlenül, akár, igen. és nem ebben a helyzetben, de eljuthatunk odáig is. Jó, kezdjük azzal, hogy technikailag mi az államcsőd. Az a baj, hogy ennek ez egy ilyen több lépcsős fázis, tehát nincs egy bizonyos pont, ahol azt mondhatjuk, hogy na, akkor egy ország most államcsődben van. Ja, bocsánat, most van egy pont jó kísérleti alany, ugye erre az USA, akit technikailag Ja, nem az a recesszió, bocsánat, nem az állam. Nem, nem, az... más. Jó, 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 igen, nem, az, 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 az meg töm, van. Több, több, ilyen kísérleti igen. alany is van, ugye Görögország, <laughs> Oroszország, Argentina. Argentinok nagyon igen. Törökország, tehát hogy nagyon sok ilyen példát látunk. Egyébként van a Bloombergnek van egy ilyen indexe, ahol így rendszeresen monitorozzák, hogy melyik ország van legközelebb ahhoz, <laughs> hogy csődbe kerüljön, és a top 50-ben nincs benne Magyarország természetesen. Szóval az úgy van, hogy ugye van egy adósság állományod a GDP-hez mértem. E, abból adódóan, hogy mennyire magas, mennyire egy kockázatos, ebből adódóan e, van ilyen mutató számai annak, hogy mennyire vagy közel ahhoz, hogy fizetésképtelennél mm -hmm. váljál tulajdonképpen. Időről időre tör lesz ezt. Tehát egy ország nagyon ritkán fizeti vissza a teljes állományát. Ez egy kicsit megkülönbözteti a háztartástól, meg a cégtől, amelyek néha igen, vagy egyáltalán nem tartanak, igen. de, de az államoknak tipikusan van, és tipikusan görgetik ezeket tovább, és nem fizetik vissza. És ugye a kérdés tehát az, hogy a régebbi államadóságod, ami most jár le, annak milyen a, a hozama a kamatrátája, és ezt milyen helyettesíted, milyen újjal helyettesíted. És akkor igazából ugye ott kezd problematikussá válni a dolog, amikor különböző okokból, de felmegy ez a kamatráta, az az a hozam, amit fizetned mm -hmm. kell az állampapírjaidra. Ennek lehetnek belső okai, tehát hogy kockázatossá válik egy ország, és lehetnek külső okai, ugye ezt láttuk a években, amikor az Egyesült Államokban Paul Walker felvitte a dollárnak a kamatát az egekbe, Ugyan. és, és akkor ugye megdrágultak a harmadik világbeli országoknak a állampapírja hozamai, és akkor ugye ezek csődbe mentek, vagy csődközeli állapotba kerültek. Itt rögtön érdemes megkülönböztetni a saját pénznemben fennálló adósságot, meg a külső pénznemben fennálló adósságot, ami nem teljesen ugyanaz, hogy kinek a kezében van az adósság, mert ugye bels személyek, vagy belső entitások is, és külsők is e, tarthatnak forintban is, adott esetben meg külső pénznemben is. De hogy ez egy más dolog, hanem arról beszélek, hogy forintban van-e, vagy adott esetben mondjuk euróban ilyenben, nyugánban, stb. Ugye azért kell ezt megkülönböztetni, mert forintot a Magyar Nemzeti Bank ez bármikor nyomtathat. Uh -huh. Tehát, hogy forintban igazából csődbe, tehát a saját valutája. Forintot hát lehet csinálni magyarul. Saját pénznevében nem tud csődbe menni egy ország. A, a legrosszabb, ami történet ilyenkor, az az infláció. Uh -huh. Tehát, hogy túl sokat nyomtat belőle, és nem tud a kibocsátás ehhez elég gyorsan. Hát ez a klasszikus a franciáknál volt az első ilyen komoly, ugye ez a Mississippi buborék, amikor, amikor elkezdték, ugye végül is a, a, annyit nyomtattak ez a megoldódik a szitu, de hát nem. Sok ilyen van, a Afrikában tipikusan ja, egyébként. Egyébként, amikor felszabadultak a gyarmati sorból, akkor ugye ráparancsoltak a jegybankra, hogy tessék pénzt nyomtatni, és akkor tipikusan én inflációs, meg hiperinflációs esetek voltak. Egyébként az a Érdekes, hogy ebből még nem következik az, hogy a pénzmennyiség növelése az feltétlenül rossz lenne. Tehát ez az egyik ilyen kurrens vita a, 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 a nagy ilyen gazdaságpolitikai viták közül, hogy, e, hogy van-e hatása vagy nincs-e hatása a pénzmennyiség növelésének, az, hogy semleges -e a pénz vagy nem. Én abszolút azon az oldalon vagyok, hogy nem semleges a pénz, és bizony van érdemi szerepe a pénzmennyiség növelésének. Tehát, amit az Európai Központi Bank csinált például, hogy meg az amerikai, meg Kína, hogy ugye kvantitatív víz, tehát hogy annak van gazdasági hatása bizony, és nem feltétlenül rossz, csak hogyha ezt túlságosan, gyorsan és túl nagy méretekben csinálják, akkor természetesen. Tehát az ilyen recessziós környezetben egy ilyen pótlólagos pénzkínálatot tudtá, nem tud teremteni, csak időbe ki kell szípp, Így mondani. van. Tehát, hogy amikor nagy recesszió van, akkor ennek van pozitív Aha. szerepe, csak igen, tehát vagy az van, hogy ugye a gazdaság. nagyobb lesz a torta, tehát egyre nagyobb lesz a torta, amiről Én beszélünk. azt ugye, az mert analogi... egyre több a pénz. Én azt az analógiát találtam ki magamnak, meg diákoknak ennek az érzékeltetésére, hogy ez olyan, mint az öntöző víz. Tehát, uh -huh. hogyha ha túl kevés vízzel öntözöd meg a virágodat, akkor elszárad, ha túl sokat locsolsz rá, akkor belerohad. Tehát, hogy az is fontos, hogy milyen gyorsan nő a virág, az meg ugye a gazdasági kibocsátás. Tehát alul is tudod öntözni azt a növényt, meg fölül is tudod a pénznek valahogy. És ugye nem feltétlenül az, hogy előbb nőjön az a növény, majd utána Persze. adok neki vizet, hanem ahhoz, hogy nőjön, kell neki a víz. Tehát nagyon... Megfelelő megfelel mennyiség. Megfelelő mennyiség. Tehát egy nagyon, hmm. nagyon delikát ez a... Ez nagyon jó, ez a... ezt engedelmedben Szuper. De akkor az azt jelenti, hogyha így nem teljesen, nem lehet konkrétan definiálni, hogy mi, mi az államcsőd, vagy ilyen, hát gumi egy kicsit, akkor akkor lehet azt mondani, hogy jöhet. Várj egy kicsit, mert ez ugye csak Váldják. a forint volt, Igen. ez a hazai pénz. <laughs> Egyelőre csak az félre van. Csak Ezt működj, a pedált és kép... printeljük a pénzt. csak azért mondtuk, hogy, hogy tegyük félre azt, hogy saját pénznemben nagyon nehéz csődbe menni, mert igazából azt tudunk nyomtatni. Tehát az igazán kritikus az az a része, ami nem saját pénznemben van, hanem külső. És ugye ebből a szempontból Magyarország nagyon sokat fejlődött. Tehát lehet sok szempontból szídni a jelenlegi kormányzatot, de ami 2010 óta egy pozitívum, hogy a, annak az arányát, hogy mennyi van az adósságunkból forintban és mennyi van külső pénzemben, ezt nagyon pozitív irányba tolt el a Fidesz kormányzás. A gyurcsány alatt ez dominánsan külföldi volt, ma pedig dominánsan forint, uh -huh. és ez azt jelenti, hogy ebből szempontból a kitettségünk is csökkent. Ugye az volt a célja az államadósság kezelő központnak, hogy jó 20% alatt legyen a, a külső pénznemben fennálló adósságunk. Ezt nem mindig tudta tartani, de azért nagyjából ez a szint megvan. Tehát, hogy annak az adósságnak, amiről szoktunk beszélni, ami a 80% a GDP-nek, és akkor rögtön azt is érdemes elmondani, hogy ez ma már nem számít annyira soknak. Aha. Tehát hogy ennek van egy ilyen fura történet, hogy a rendszerváltáskor is 80 volt, akkor az nagyon sok volt, mert nem voltak ennyire eladósodva az országok. Aztán lement olyan 50 környékére, azt hiszem 2001-2002-ben volt nagyjából a mélypont, akkor még az eurozóna 60%-os kritériumának is megfeleltünk volna egy pillanatra. Igen. Majd utána megint elkezdett nőni, tehát ez a korszak tragédiája, hogy onnan fölmentünk 80-ra. Uh -huh. Tehát amikor átadta a gyurcsány bajnai kormány, akkor ugye az 50-hez képest 80 lett a vége, és akkor a Fidesz, amióta hatalma van, nagyjából itt pörög. Tehát hogy egy kicsit lejjebb megy, vagy följebb 70, megy. De... Meg 70, de 70 Volt hatal, a szem, ilyen 76 az, az, az alja, és akkor fölment hogy a Covid-dal 80 fölé. Tehát, hogy itt valahol ezen a szinten uh -huh. van. Tehát, ami ugyanaz a szint, mint a rendszerváltás környékén, csak közben annyit változott. Történt... A struktúrája? Ne, a belső struktúrája Igen. is változott, tehát hogy mennyi forintos, mennyi a külső, és ami nagyon változott, az a nemzetközi környezet. Uh -huh. Tehát, hogy régen a 80 az nagyon soknak számított, most meg az történt, hogy az országok jelentősen eladósodtak. Tehát nem, nem Magyarország javult, hanem, hanem, hanem a, többi a környezet. hozzáromlott, uh -huh. vagy még rosszabb lett, és akkor ebből a szempontból Magyarország ma már nem egy kirívóan uh -huh. magas államadóság. Ország, tehát a, ez egy fontos mutató, hogy nem vagyunk túl magasak, túl alacsonyak sem, de túl magasak sem, és hogy a belső struktúrája jelentősen javult. Ez a kettő dolog történt itt a, a időközben. És akkor ugye a következő kérdés, hogy milyen hozamot kell, tehát hogy tudunk-e még kibocsátani olyan államadóságot, aminek a hozama, de hogy miből tudjuk kifizetni a hozamot, GDP növekedésből. Uh -huh. Tehát össze kell hasonlítani a mindenkori GDP növekedést a mindenkori hozammal, és hogyha a kettő között jelentős diskrepencia van, és ez tartós, akkor van baj. Tehát most... Hát baj van, hát ugye ezeket a hozamokat egyre feljebb kell tornázni. Nőnek a kockázatok, ugye? Igen. Mindenhol egyre magasabb az infláció. Igen. Olyan és keresnek csak azért a befektetők, is, ami nem annyira kockázatos, de mégis magasabb. Hát csak hozamó. azért is, ugye, mert a forintosítás, vagyis az, hogy az eladósodottság, vagy a finanszírozás javarész forint alapul legyen, és belföldi, ne külföldi, ugye a lakosságot vonták be, prémium, premizát, államkötvényekkel a lakosságnak, viszont megvan az a baja vagy hátulütője, hogy rövidre finanszíroz. Tehát egy folyamatos megújítási kényszer van, ott pedig állandóan be kell ígérni ezeket Persze. a magasokat. Azt senki nem mondja, hogy nincs baj. Tehát a vita ma már nem arról szól, hogy, hogy baj van vagy nincs baj. A vita arról szól, hogy ez mennyire azonnali probléma, hmm. mert ugye az államcsőd tehát akkor következne be első ütemben, hogyha ha nem tudnál fizetni, tehát régel, régebbről régebről lejáró kamat törlesztéseket nem tudnál fizetni de még akkor is van egy újabb vonal, amikor ugye az IMF-hez lehet fordulni, uh -huh. Magyarország ezt ismeri, mert Igen. mondjuk másfél évtizedente szokott az IMF-hez fordulni, uh -huh. és akkor még egy ilyen kedvezményes kamatozású hitelt még mindig tudsz kapni az IMF-től, sőt ott is több vonal van, mert van egy első, meg egy második, tehát hogy még itt nagyon-nagyon sok idő el tud telni, ugye ezért jó példa Argentína, ahol, eh, ahol egyébként szerintem az történt ténylegesen, amiről az előbb beszéltünk, hogy túl sok pénzt nyomtattak hirtelen, felelőtlenül, vagy Törökország, ami szintén nagy bajban van. Tehát, hát sok, sok gond volt Argentinában, ugye nyomtattak persze túl sok pénzt, de korlátozták is a felvételét, a, a külföldi számláknak a, 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 a hát, hogy is mondjam, hát -ja és, és a többi, szóval, szóval de ők ehhez ők hozzászoktak. Tehát ők túlélő. túlélők. kilenc államcsőd volt összesen a történetükbe, és ennek egy jelentős része a 80-as évek óta, és egyébként iszonyú magas inflációjuk is nagyon sűrű mm -hmm. van. Tehát Argentína az egyik legjobb példa. Csak ahogy még finanszírozza őket? Na van, ez a, van ez a Simon Kuznets nevű orosz-amerikai közgazdász, aki egyébként arról híres, hogy a GDP-t kitalálta annak mm -hmm. idején, a Roosevelt idején, a 30-as években, és ő azt mondta, hogy négy, gaz négy fajta gazdaság van a világban, a fejlett, a fejletlen, Japán és Argentina. Külön kategória. E, csoda. E, hát egy tangó gazdaság. Hát abszolút, tehát Japáról külön érdemes beszélni, mert ott is nagyon különleges dolgok vannak, a gazdasági igen. felzárkózásuktól kezdve a stagnálásukig, igen. meg az abenomikusig, ez igen. egy ott, ott most éppen nem nagyon van infláció, nem emelik a kamatokat, tehát ez egy külön csoda Japán, igaza volt Kuzniacnak, máig hatta, pedig rég meghalt már. A másik meg ugye tényleg Argentina, ahol hát ilyen elképesztően instabil Országot, nehéz mondani. De hogy ugye ők is már nagyon régen bajban vannak, de azért még mindig nincs, mindig nincs államcsőd, hogy ugyanezt Törökország, ami most már egy ilyen tíz éves elhúzódó válság, de még mindig nincs államcsőd. Tehát, hogy azért ez egy iszonyatosan hosszú folyamat, ameddig egy ország ténylegesen, vagy nézzük meg Görögországot, amely ugye 2015-ben több ilyen törlesztő részletet is nem fizetett, és akkor utána ugye jött a, az, a trojka, az IMF-fel, és, és igazából államcsőd abban az értelemben nem volt Görögországban sem, vagy ott hát, hogy ott ténylegesen. Hát igen, azért kérdeztem az elején, bocsánat, hogy belevágok, hogy mit, mit jelent de facto az, hogy államcsőd, mert ugye más egy a, 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 a hétköznapi használata, vagy ez a szó, amikor azt mondod, hogy államcsőd, az azt jelenti, hogy becsődöl itt az állam, és megszűnik az élet, és nem a hát legkeményebb ugye? formában teremtem azt, hogy amikor ténylegesen nem fizetik. A tehát közalkalmazottaknak a, a, már nem lehet fizetni ugye nem a béreiket, hanem én azt gondolom, hogy a, a, az az lenne egy kemény mutató, És tehát a hitelezőket? Hogy a, sem. Igen, a hitelezőket. Tehát, hogy az állampapírokra nem fizetik. Hát az, a az ez megtörtént? Egy herkat volt, tehát 2000, ha jól emlékszem, 17 környékén volt egy úgynevezett herkat, mm. ami csak azt jelenti, hogy bizonyos, egy kis részét, tehát akkor ők voltak olyan 170 környékén, és akkor egy ilyen 20 át az akkori adósságnak átütemezték. Tehát ne, akkor sem az volt, hogy nem fizették, hanem átütemezték hosszabb távra. Tehát olyat, hogy konkrét... Igen, tehát ki. lejáratkor nem fizették ki, de hosszabb távúra tehát Olyat, hogy effektíve mondjuk azt mondaná az ország, hogy innentől nem fizetek, olyan nagyon-nagyon-nagyon ritkán van és... De te... bocsánat, hogy nem, ott, ott, nem az volt, hogy ö, ki kellett, tehát, hogy úgy tudták átütemezni, hogy, hogy, külső segítségre szorultak, hogy ki tudják valamennyire fizetni, mert ugye ott a német ö, nagy nyugdíjalapokat és ö, azt a ö, elős robbi rendelkező ö, hát állam finanszírozókat kellett ugye megmenteni, nem a görögöket Abszolút, valójában. tehát hogy ott egy, ugye csődbe akartak menni. Tehát igazából 2010-ben, hogy ezt nagyon sokan félreértelmezik, és azt gondolják, hogy ők azért tüntettek a szintagmatér hogy ne menjenek csődbe, de nem azért tüntettek, ők azért mentek, azért tüntettek, hogy mehessenek csődbe. De ugye azért nem lehetett ezt megengedni, mert kinél volt a görög államadóság, Igen. teszem hozzá az olasz, az ír, uh -huh. a ciprusi, a spanyol, a portugál a, a nagy nyugat-európai bankoknál, tehát a, a Deutsche-nél, az uh -huh. ING-nél, a BNP Paribánál volt, ők vették meg ezeket az állampapírokat annak idején, és ezért nem szabadott őket hagyni már, hogy ezeket a déli országokat csődbe menni, mert akkor csődbe mentek volna a nagy bankok is. De hogy, de, és ezért nem is nagyon volt ilyen, tehát igazából ez volt a legközelebbi egy csőd eseményhez, hogy ugye ez a herkat, amit mm -hmm. mondtam, ez a haj hajnyírás, vagy nem tudom, hogy lehet ezt magyarra fordítani, de hogy... Hát, uh... ja, a fűnyírás, vagy nem fűnyírója. A, a herkat jó, és akkor Grace Jones-t teszünk be, akinek ilyen kockára volt vágva, az az egy é, tipikus ilyen egyenes. De bármilyen. hogy a többi, a többi az, a, a többinél nem volt, uh -huh. azt hiszem, ilyen, és... És ugye Oroszország még egy példa most, de az megint egy különleges eset. Igen. Jó, figyelj, folytassuk innen, bocsánat, közben beleszaladtunk a hírek idejébe. az Zoltán közgazdász van itt velünk a stúdióban, társadalomkutató a Shopron Egyetem docense. Államcsődről és hát az ország helyzetéről beszélgetünk vele. Kérdezzetek nyugodtan 030 20 10 909, vagy pedig messenger jövünk Tari híre hírei után műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel?